Tavaly a Virágos Magyarországért mozgalomban a több éves kiemelkedő munkáért Sárospatak kiérdemelte az Arany Rózsa díjat. Ez nem csak arra ösztönözte a város vezetését, hogy tovább folytassa ezt a település szépítését szolgáló munkáját, hanem arra is, hogy ebben a témában újdonsággal is szolgáljon. Koscsó István sárospataki lakost keresett meg az ötletével, hogy nagyon sok magyar településen és külföldi településen is virágórákat állítanak föl, és ezzel is növelik a városnak a szépségét. Ez a felvetéshez találkozott a mi elképzelésünkkel, hiszen Ágoston András úrnak is régi vágya egy virágórának a megtestesítése, kivitelezése itt Sárospatakon. Két helyszín közül szeretne választani az önkormányzat. Az egyik itt a rendőrlámpánál lévő terület lenne, vagy a másik az oktatási központ melletti. Aros János alpolgármester elmondta, olyan településeket keresnek meg az elkövetkezendő napokban, ahol már működik ilyen. A város a számos megszorítás ellenére is igyekszik azt a színvonalat biztosítani a virágosítás kapcsán, ami eredményeket hozott a településnek. Sárospatakot mindenki úgy ismeri országszerte és világszerte, hogy egy gyönyörű, szép, virágos kisváros. Ennek szeretnénk megfelelni, és ennek érdekében mindent meg is teszünk, hiszen a környező településeknek az egyetlen lehetőség az a turizmusban rejlik. A beruházásokat ennek érdekében kezdtük el, és bízunk benne, hogy még több turista fog ezek miatt Sárospatakra látogatni. Így munkahelyeket tudunk majd teremteni, így meg tudjuk állítani azt a 10 éve, 15 éve elkezdődött folyamatot, amely folyamat miatt Sárospatakról a fiatalok elvándorolnak, és nem csak megállítani szeretnénk, hanem visszahozni őket Sárospatakra. Az alpolgármester hozzátette, ezt az újabb ötletet még az idei nyári szezonban szeretnék megvalósítani.